aranyosak, egészségesek. A Nyíregyházi Állatbarát Alapítvány macskaházában biztonságban növekedhetnek ezek a párhetes cicák. Ők a szerencsés kivételek. Szakemberek szerint hazánkban több millió kóbormacska él. Becslések alapján szabolcs már bereg megyében több százezerre tehető a gazdátlan macskák száma, állományuk pedig folyamatosan növekszik naponta kapunk legalább 10-15 bejelentést, telefonhívást, üzenetet, segítségkérést azzal kapcsolatban, hogy komplet almokat helyezzünk el. Általában kismacskákról beszélünk, nagyon kevés a felnőtt macska. Ugye a felnőtt macskával úgy vannak az emberek, hogy legyintenek biztosan kijárós, de hát a kismacskák egy teljesen más téma, és hát ugye nagyon sokan kismacskákat családban elosztogatnak, ők is kintiek lesznek. Sok ember ugye meg akarja menteni őket, felkapdossa őket, behozza esetleg egy menhelyre, de, de mivel kiárós állatok, sajnos a többségük, ezért vélhetően ezeknek a macskáknak egy része gazdás, és mégis a menhelyen köt ki. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy óriási szám, tényleg az elmúlt két hónapban szinte-szinte csak macskákról kapunk bejelentéseket. Ez az ábra kiválóan szemlélteti, hogy egy hím és egy nőstény macska szaporulataiból 8 év alatt akár több mint két millió kis macska születhet. A szakemberek folyamatosan azt hangsúlyozzák, hogy a felelős állattartás az ivartalanítással kezdődik. Ennek ellenére az a tapasztalatuk, hogy sokan csonkításként tekintenek erre a beavatkozásra. Ellentmondás lehet számukra, hogy az ivartalanítás miatt több millió sérülten, éhesen vagy betegen kóborló macska éli, olykor rövid, szenvedéssel teli életét. Tavaly volt egy nagyon komoly uh, járványunk itt a macskaházunkban, a régi macskaházban. Uh, igazából korlátlanul, majd hogy nem korlátlanul a rengeteg rászló kicicát, csak engedtük, engedtük be a menhelyre folyamatosan, ez uh, azt jelentette egy idő után, hogy uh, az egyik uh, új alom behozott valamit, és hiába ugye uh, az oltási programjukat megkezdtük, 25 kis kismacskát vesztettünk el egy hét alatt. Úgyhogy a macskaházat gyakorlatilag teljesen újjá kellett építenünk emiatt, földig romboltuk szinte, és uh, mindent minden minden kicseréltünk, minden új benne. Maximalizáltuk a beérkezhető vagy beérkező kismacskák számát 15-ben. Ez képest megint 23 kismacskánk van, tehát túllépjük ismételten a saját korlátainkat. Az állatbarát alapítvány macskaházában lakó cicák örökbefogadhatók, de kizárólag több hónapos korukban ivartalanításuk után kerülhetnek gazdákhoz. Az idekerült felnőtt macskák örökbeadása már szinte lehetetlen. Ezért náluk a befogadás-ivartalanítás visszaengedés módszerét alkalmazzák, azzal a különbséggel, hogy a cicák immár ketrecen kívül az állatotthon területén maradnak. A szakemberek azt is hangsúlyozzák, a házi macskák mára a világ legelterjedtebb ragadozóivá váltak. Túlszaporodásuk ökológiai szempontból is rendkívül káros. Ragadozó állatok lévén komoly veszélyt jelentenek többek között a madár populációk számára. Ezen kívül a kertes házaknál is komoly kellemetlenséget okozhatnak a kóbor állatok.